Sziasztok, majd nagyon izgalmas videónk lesz, mert egy Halloween isminket fog elkészíteni nekem a Rebi, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extra Halloween isminket, amitől még én is tartok egy picit. Annyit elárulok, hogy lesz egy ilyen szemfedő az egyik szemem, mint a kalózoknak, ami ki lesz szegecselve, és rózsaszín lesz a hajam, mert lesz rajtam egy rózsaszín paróka is. Még én sem tudom, hogy hogy fogok kinézni, szóval kicsit aggódom, bár nem aggódom, mert igazából 5 éve dolgozom velük, és most tényleg valami nagyon elvontat, nagyon extra szerettünk volna csinálni, és Bogi fog fotózni, úgyhogy most megyek a Rebihez a szalomba, hogyha érdekel benneteket, hogy hol található, akkor megtaláljátok a leírásban. Megcsinálja a sminkemet, ami elvileg 3,5-4 óra lesz, nem tudom, hogy ezt hogy fogom kibírni, nem vagyok a türelmemről híres, de valahogy csak kibírom, és utána pedig Gina felrakja ezt a csodálatos rózsaszín parókát a hajamra, és utána irány a stúdió, ahol a Bogi vár minket, és ott fogjuk megcsinálni a fotózást, és próbálom majd videózni nektek. Nyilván ez egy olyan smink, amit nem biztos, hogy el fogtok tudni készíteni otthon, de legalább inspirációt tudtok meríteni belőle, úgyhogy megpróbálom videózni nektek a fázisokat. Irány a szalon. Na, megjöttem Rebihez, most gyorsan letisztítja az ecseteket, és utána kezdjük az extrém sminket. Amihez... hol az a kés? A táskámba. Figyeljetek, most mutatok valamit. Az van, hogy itt időközben átszúrták a fejemet, de egész jól vagyok amúgy. Mutatom nektek, hogy mi kell ehhez a sminkhez, maszkhoz. Ez lesz a szememen, ami egy teljesen DIY kellék, ezt egy ilyen szemfedő, amit levarrattunk a varrodába egyébként, szóval a nana az már szemfedőket is csinál. Halloweenre, nem, amúgy nem, és Rebi kirakosgatta ragasztóval? Ilyen, aha, ilyen ruharagasztó. Ezekkel a strasszokkal így kiragasztottam, meg a szegecsekkel, úgyhogy ez lesz a szememen, amúgy nagyon kényelmetlen. És ez a csodálatos rózsaszín haj. Szóval ez lesz a hajamon, ami tök fura, mert kicsit fufrus, és nekem szörnyen áll a fufru, de valamit majd kezdünk vele. És remek orrpiercing is lesz az orromban. De nem lyukasztjuk át az orromat. Ami nagyon-nagyon jól néz ki, a MAC-nek ez a Young Punk. Nagyon Halloween. Ebből fog állni. Ez lesz a lila highlight, úgymond a sminkben. És ez lesz az alapszín. Ez ilyen, ez micsoda? Vízalapú arcfesték. És ugye hol lehet venni? A Krayolánban az A Krayolánban. Belinkelem nektek. Szóval ez lesz az alapszíne az arcomnak, és ez a rózsaszín. És fogjuk megcsinálni a koponya többi részét, illetve pinkkel fogjuk még árnyékolni. És ez a lila lesz benne, és ez mindegyik a szemén is megtalálható lesz, csak nyilván a sporból, nem kérdezik. És ez micsoda ez? Ez is egy ilyen pigment, ez még nem biztos, kicsit, hogy így belerakjuk, de ez is tök szép, illik a lila de jó a témához. Jó. Úgyhogy vágjunk bele! Az első lépés az, hogy meg fogjuk csinálni a Natinak a bal szemét, és utána jön az alapszín, hogy rózsaszínnel le fogom festeni az egész arcát, és utána a feketével megcsináljuk a koponyának az apró részleteit. Korrektorral ad egy alapot a szememnek, hogy tapadjon a por. Hogy beletapadjon a por. És nagyon extrém lesz a Nati szeme, mert ugye ki kell alakítani a koponyának ezt a sötét részét, így a szem köré. Ha ezt kibírja a Nati, díjat kap tőlem. Valami díjat. Félig beteg vagyok, úgyhogy... Jó. Ha megjön a kajám, jól leszek. Szóval most ráraktuk a korrektort, és a Rebi most egy ilyen pink szemporral... Satír. Megcsinálom először körbe a satír, és utána fogom kifesteni a mozgó szemhéjét. És milyen lesz a szemem amúgy, azon kívül, hogy fekete? Nem fekete, pink és lila. Ha ilyen sminket csinál egyébként bárki, akkor az a kulcsa, hogy legyen nagyon sokfajta ecset nála, mert ugye, hogyha egyik színnel, vagy egyik ecsettel belenyúlsz valamelyik színbe, mondjuk ebben belenyúltam ezzel a pinkbe, és aztán belenyúlok a feketébe, már nem olyan lesz a végeredmény, amit akarok. De hát nem lehet közbe törölgetni? Azt mire azt még letörölgeted. Szóval vegyetek egy 45 darabban álló sminket, ecset készletet, és akkor tudtok Halloween sminket csinálni. Neked jól állnak ezek a narancsos, rózsaszínes dolgok. Fú, ha kéket csináltunk volna, szerintem is visítanám mindenki a rögéstől. Most borzasztóan állunk. Let's go! Az történt, hogy nem csak a pinket használtuk, hanem a lilát is. Rárakom a csillámot is, a csillámos lilát. De hogy csináltad? Tehát összemixelted a lilát a pinket? Mert én most nem látom annyira. Igen, felraktam a pinket, és utána a lilát, és de a pinket raktad középre? Nem, az a satír szín. És középre raktad a lilát? És végig középre a mozgó szemhéjre a lilát, és arra mosakok egy csillámot, amit nem tudom, hogy láttok-e. Megkettem, amit megmutattunk az elején. Még mi sem tudjuk, hogy fog kinézni. Így néz ki a fejem most.
Amúgy majd ne érjetek meg, mert direkt olyan cuccokat hoztam, olyan ruhákat, amik kicsit ilyen szadvonalú. Tusvonalat húzunk, és rakunk el majd egy műszempillát. Rebbi azt mondta, hogy egy gusztustalanul nagy szempillát fog rám rakni. Mutatom az opciókat. Melyik a rondább? Ronda 1. Még rondább 2. Úr is. Hát ez fel fog érni a szemöldökömig. Hogyan legyetek rondák? Című vlogot lehetett. Hogyan? Hát a szemem már elég ronda. Ez lesz. Fél ronda. Szóval most jön a szempilla. Napi Nati, fog a festék, szóval marandim van este. Ezt rosszul mondod, ha lemossuk, amint, hogy amúgy fog, igen, a festék. De hogyha lemossuk, akkor is jó, ilyen pink lesz a fejem, és tök jó, mert utána is ilyen pink lesz a fejem, nem jön le. Úgyhogy tök jól fogok kinézni a ma esti találkozómon. Hát egy kicsit megváltozott a bőrszínem. Olyan a videóban, mintha fehér lennél, közben baba rózsaszín. Majd a fényben megmutatom nektek amúgy. A Nati eszik, leeszi a sminket. Jól lenne, ha sietnél. Van, milyen megfúrodat amúgy. Súlyrázomolnék, de nem tudom, hogy kell. Szépen. Folyik az orra, és megolvadt a festék. Most megrajzolja Rebi a fotó alapján a koponyának az alapjait. Három vagy négy órája sminkelünk, és amúgy nem de látszik a fényben. De nem vagyok ilyen lassú. Nem látszik a fényben, de amúgy halljátok konkrétan malac rózsaszín a fejem, és fog a festék, tehát hogy ide felkentünk, na mindegy, nem látszik, de meg fogja fogni az egész arcomat, és tiszta rózsaszín leszek. Sima lilánt raktam egyelőre, és ide is most azt rakok. Mert most ezzel árnyékolsz? És highlightert raktál még az orromra. Ja, és fehér kerettel, fehérrel meghúzta az orromnak a keretét. Igen. Szia, Fanni. Megjött Fanni. Hello, rajongók! Megrajzoltuk a pink árnyékokat itt a koponya részei között. Most csináljuk az agyat. Egyébként úgy tudjátok a legjobban megcsinálni, hogy nézitek végig közben a fotót, és így másoltok, nem? Látod, hogy nekem sem. Mindenki nagyon könnyen meg tudja ezt megcsinálni. Ez a legegyszerűbb smink. Igen. Hát én most ide leülnék és jobbat csinálnék, mint a Revillen. Végre egy olyan vlog, ahol nem is stresszelek. Annyira viszket a fejem, hogy így könnyezek a viszketéstől. Rebi, nem múj! Szétszériánsz! Ez nagyon durva most, tényleg nagyon... Rebi, nem bírom! Nem nyúlhatsz hozzá! Nagyon rossz! Csak bassz! Ez most esképp... Fújj már! Fújj már! Leköpni! Nem, nem! Belenyúltál kétszer ott! Egy ecsettel nem lehet megvakarni? Nem! Úristen, ez nagyon fehér lesz! Ezzel így most vakarhatom? Nem! Úristen! Azon fekete van! Vakarózás! 5 percig. Na, most már az utolsó lépések. Hova tetted a highlighter? Ide az arc világosabb részére, meg a szádhoz. Ide rajzolta ezt a szívecskét, amit most nem látszódik. Megcsináltuk az agyvelőt, és most pedig lemalac rózsaszínezte a fejemet, és most rúzsoz. Most jönnek a vonalak a szájra, ugye? Nem tudom, hogy most azért viszket a fejem, mert nem nyúlhatok hozzá, vagy szimplán viszket a fejem. Na, és most már nagyon a vége fele járunk, és azért nincs megcsinálva ez a szemem, mert ugye mutattam nektek az elején, hogy ezt fogjuk rátenni. Szóval ez a szemembe és a rózsaszín paróka. Tényleg a végénél járunk, de nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy ezt így ilyen gyorsított fázisú csont felrakás van. Szóval, ha van 70 órátok egy halloweeni sminkre, akkor ezt a sminket javasoljuk. De mi mit érzel? Meghaltam. Én haltam meg szerintem. Soha többé nem sminkelek, ennyire bonyolultak. Kicsit túlvittük, mert még levittük a mellkasig ezt a csontfeltolót. Mindenhol van minden. Kész, ugye? Igen. Mi most megyünk a stúdióba. Sétálunk a fotózás helyszínére. Annyira jól nézek ki, nem? Nati, nagyon csinos vagy. És le lettem tiltva arról, hogy a ruhámat felvegyem, úgyhogy így kb. Bármelyik percbe leeshet a ruhám. Nem viszket a fejem. Szerintetek mennyien néztek meg az utcán, amikor így végigvonultam így? One, two.
se láttalak még brencsebb. De te sem magad. Láttam magamat. Nem megy, nem marad rajta a farokat. Szerintetek van ilyen? Nem! Happy! Hajam, meg a szettem. Írjátok meg kommentben, hogy mennyire tetszett nektek ez a videó, meg ez a smink. Úgyhogy most el is köszönünk, mert óriási késésben vagyok szokás szerint, úgyhogy sziasztok, köszönöm, hogy velem voltatok. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és követni az Instagramon. Sziasztok! Köszönjük Rebinek, hogy ezt a csodás lehetőséget Boginak és Zsinának, és Orsinak is. Lebarnoltam. Bantura.